Arról szeretnék beszámolni, hogy az intézményfejlesztési tervünknek megfelelően hogyan szervezzük a felsőoktatási kapcsolatrendszerünket, és milyen nyitások vannak. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora jelentette be azt a már aláírt együttműködést, amelyet a városunk felsőoktatási intézménye a Kodolányi János Főiskolával kötött a Tolna megyei hallgatók érdekében. A kooperáció azért számít különlegesnek, ugyanis így az oktatás három helyen folyik majd. A képzés műszaki gyakorlattal összefüggő részét Dunaújvárosban, a nem műszaki részét Orosházán, a Kodolányi János Főiskolán kapják meg a hallgatók. A szakmai gyakorlati képzést pedig a rendszerbe beépülő vállalatoknál végzik. Inspiráló együttműködésünk van a Kodolányival, jó néhány projektet közösen hajtottunk végre már, azt kell mondom, a 90-es évektől kezdve. És ezt a hagyományt ezt szeretnénk folytatni. Van egy olyan modellünk, amelyik már működik Somogy megyében, és azt gondoljuk, hogy ezt jól ki tudjuk terjeszteni, gyakorlatilag ugyanilyen módon. Egyetemünknek számos olyan feladata van, amely ugye az egyetemi válása még inkább megerősítésre szorul. Rajcsányi Molnár Mónika oktatási és általános rektor helyettes a folyamatban lévő együttműködésekről beszélt. Kiemelte, a Pécsi Egyetem neveléstudományi karával már hosszú ideje jó kapcsolatot ápol az intézmény, ezt szeretnék a jövőben tovább fejleszteni. Kezdeményeztünk egy együttműködési szerződést ezzel az ottan működő multidisziplináris műszaki tudományok doktoriskolával. A Győri Egyetemmel is szeretné szorosabbra fűzni kapcsolatát a Dunaújvárosi Intézmény. Erről Palotás Béla, tudományos és kutatási rektor helyettes számolt be. Kiemelte, a két intézmény a jövőben közös programot indít, amely segíti az anyagtudományt, illetve az anyagtechnológiát hallgató diákokat. Az együttműködéshez szükséges szerződés tervezetet várhatóan a nyár folyamán aláírják, így ősztől megkezdődhet az oktatás.